Államalapító István király és az Alba Arénát választotta a kánikulában. Csütörtök délután ugyanis ide várták a fehérváriakat közönség korcsolyára a királyi napok alatt. A Hidrofehérvára a V19 az új otthonában már két hete megkezdte a felkészülést az új szezonra, amely komoly megmérettetésekkel indul majd. Erről már Gál Péter pár a Fehérvára a V19 SC klub elnöke beszélt. Izgalmas szezon előtt áll a csapat, hiszen a Bajnokok Ligájában is érdekeltek lesznek idén a fehérváriak. Több mint 2000 bérletes és több száz VIP bérlet tulajdonosa várja az augusztus 23-ai szezonnyitót, mikor a szlovák bajnok ellen játszik majd edzőmérkőzést a Volán. Én személy szerint azt várom, hogy minél több bérletesünk kijön, minél többen jeggyel is meg fogják nézni a mérkőzést, hiszen a bérletesek számára, ugye az idei szezon a bérletet vártok számára a bérlettel már érvényesen bejöhetnek a mérkőzésre, jegyeket alapszakaszáron fogunk árulni, reméljük minél többeket fog érdekelni, és azt várom, hogy a csapat egy olyan arcát mutassa meg, amiből kiderül, hogy érdemes majd ezekre a mérkőzésekre később mind a CHL, mind az Ice Liga mérkőzésekre kijárni. Az osztrák ligában továbbra is az a cél, hogy bejusson a rájátszásba a Volán. A Bajnokok Ligájában pedig a tisztes helytállás az alap. A komoly riválisoknak szeretnék megnehezíteni a dolgát. Erről már Szélig Viktor beszélt. Az európai klubrangsorban 97. helyet elfoglaló fehérváriak rögtön az elsők között lépnek jégre a ranglistát vezető első helyezettel, valamint a top 20 közé tartozó csapatokkal. Az európai jégkorongnak a krémjével fogunk majd találkozni. Tehát a reális elvárás az, hogy versenyképesek legyünk. Tehát ki fogunk kocsázni ezekre a mérkőzésekre, és próbáljuk a legjobbunkat nyújtani. Ugye képviselni nem csak az Ice Hockey Ligát, amin keresztül kvalifikáltuk magunkat ebbe az eseménybe, de a magyar jégkorongot is egy kicsit, és meglátjuk majd, hogy ez milyen eredményt fog majd a végén kiadni. Az, hogy a Volán az idei szezonban a Bajnokok Ligájába is bejutott, komoly városmarketing értékkel is bír. Erről már Fehérvár polgármestere beszélt. Akik a jégkorongot szeretik Európába, azok most biztos, hogy fel fogják kapni a fejüket, és keresik majd a térképen, hogy hol van az a Székesfehérvár nevű város. Bízunk benne, hogy jönnek szurkolók, jönnek turisták, és hívni fogunk vendégeket is, például a nagyköveteket az egyes országokból, más partnereket is, úgyhogy bízom benne, hogy e tekintetben is az aréna megtalálja a helyét a város közösségi életébe. Cserpakovics András hozzátette, hamarosan újabb bejelentésekkel is jelentkezik majd a város, hiszen az Alba Arénában folyamatosak lesznek a programok a meccseken kívül is, ugyanakkor hamarosan bejelentik majd az új csarnok névadó szponzorát is.